Hát testvérek, a mai előadásunk témája a szentáldozásnak a története, lelkisége, teológiája. Két apropója is van ennek, az egyik az, hogy gyakorlatilag a legméltóságosabb oltári szentség a karácsonyi misztériumnak a folytatása. Tehát ugyanaz a fiú Isten, aki emberével értünk Betlehembe, ő újra és újra megtestesül a mi oltárainkon, nem embertestben, hanem a kenyér és a bor színében, és ezúttal még nagyobb lehetőséget ad nekünk, mint a pásztoroknak vagy a királyoknak. Mi nem csak láthatjuk, nem csak imádhatjuk, nem csak ajándékot adhatunk neki, hanem teljesen egyként várhatunk fel a szent áldozásban. És ez tulajdonképpen karácsony misztériumának a csúcsa, a teljessége. A másik ok az, hogy rövidesen megjelenik két olyan könyv is, amihez nekem is némi közöm van, és ami a témát érinti. Az egyik ugye talán ismeri többen, Athanasius Schneider, kazasztáni segédfüspök úrnak a Dominus Est című könyve a szentáldozásról. Ez ugye a Szent István társulat adta ki 2010-ben, de Schneider püspök úr nagyon szorgalmas ember, nem csak hogy járja a világot folyamatosan, hogy ezeket az ő gondolatai mindenütt népszerűsítse, hanem egy újabb könyvet is írt, aminek címe Corpus Domini, az Úr teste. Ezt a könyvet is lefordítottam, és az itt jelenlévő János úr jóvoltából, ez meg is jelenik magyarul, napokon belül, tehát újra kapható lesz, és tulajdonképpen a mondani valómat is nagyjából e köré szeretném, tehát a Schneider püspök úr gondolatai köré szeretném fűzni. Korábban megjelent még két magyar nyelvű cikk is ezzel kapcsolatban. Az egyik a Mi lesz Kriszti folyóirat 2006-os őszi-téli számában dr. Alácsi Ervin János, aki ugye jelenleg távoli lelkész, de amúgy a dogmatika doktora, és ugye ő írt még kispap korában egy cikket ebben a folyóiratban, amelynek címe a kézre áldozás és a két szín alatti áldozás problematikája. Kiváló cikk, dogmatikai szempontból világítja meg a kérdést, de előtte még dr. Dörök József egyháztörténész is írt 1997. májusában a Tengernek csillaga című folyóiratban egy cikket, gondolatok a kézben áldozásról címmel, tehát többen is ezt a témát megpendítették, és végül, bár hát ugye ez nem a reklám helye, de mégis muszáj kicsit reklámozni is, emlékkönyv a Váci Egyházmegyei Eukarisztikus Kongresszusról, ami május 10 és 11-én volt a Váci Székes Egyházban az elmúlt évben. Tehát ugye ez a kongresszus megemlékezett az 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszusról. Jeles előadások, elmélkedések hangzottak el, szép liturgiák is voltak, és ennek az anyaga megtalálható ebben a könyvben. Ezt egyébként hirdettem a belvárosi szentmiséken is, 700 forintért kapható, tehát most is van belőle néhány példány, és ugyancsak ebben a témakörben újra kiadásra került Banga Béla jezsuita atyának néhány könyve az eukarisztiáról, amit az eukarisztikus kongresszusra írt annak idején, ezek szintén így megkaphatók ugyanennél a kiadónál. Tehát bőségesen van anyagunk, amire én fölépítem ezt a mai előadásunkat is, mert egy égető problémáról van szó. Hát kezdjük az elején. Azt mondja Schneider püspök úr, hogy a szentmise a mi legnagyobb kincsünk ezen a földön. Tehát lényegét tekintve ugyanaz, mint a Golgota áldozata, Krisztus az örök főpap most is mindörökké végbeviszi az ő áldozatát a legszentebb szentháromság színe előtt,
és a szentmise az Isten legmagasabb rendű megdicsőítésének és imádásának az áldozata. Tehát az ember nem képes nagyobb, fenségesebb áldozatot bemutatni az Atya Istennek, a teljes Szent Háromságnak, mint a fiúnak a golgotai áldozatát, amely valóságosan megjelenik az oltáron. De ugyanakkor nincs semmi nagyobb ajándék, amit az Isten adhatna az embereknek, tehát az ember és az egész teremtett világ megszentelésének a csúcspontja valósul meg a szentmisében. Amikor a szentmisén vagyunk, a Golgotán állunk, de ugyanúgy a megnyílt menny kapujánál. Tehát a szentmise a mi hitünknek, az összes katolikusnak a legnagyobb kincse. Boldog John Henry Newman bíboros írja, képes lennék állandóan részt venni a szentmisén, anélkül, hogy elfáradnék. A szentmise nem egy kurzusán formális szóáradat, hanem egy nagy cselekmény, a legnagyobb cselekmény, ami a Földön létezhet. Nem csak egy segítségül hívás, hanem az örökké valóság lehívása. Azelőtt, aki itt az oltáron, testében és vérében jelenvalóvá válik, leborulnak az angyalok és retteg az ördög. Ez az a lenyűgöző esemény, amely a szentmise minden egyes részének célját és értelmét képezi. És aztán leírja ugyancsak John Henry Newman bíboros úr, hogy a szentmisének éppen ezért minden részlete fontos. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a külsőségek azok nem számítanak. Ugye manapság van sajnos egy nagyon-nagyon ferde és beteg elképzelés, hogy az az igazi vallásosság és az az igazi hit, amely pusztán lelki, pusztán szellemi, semmi külső megnyilvánulása nincs. Ez mennyire nevetséges, képzeljük el például, hogy milyen lenne az a házasság, ahol a házastársak eltökélnék, hogy az ő szeretetük annyira szellemi és annyira lelki, hogy soha egymást meg nem ölelik, soha egymást meg nem csókolják, lehetőleg még nem is szólnak egymáshoz, mert ugye mi annyira össze vagyunk kapcsolódva lelkileg, hogy fölöslegesek ezek a külsőségek, ugye. Hát szóval sajnos akármilyen banális és nevetséges ez, de nagyon sokszor a lelki élet terén azt mondják, hogy ugye az az igazi hit, az az igazi Krisztus iránti szeretet, az az igazi tisztelete az oltári szentségnek, ami pusztán ugye a lélekben történik, és nem kellene külső szimbólumok, külső pompa, külső ünnepélyesség. Hát John Henry Newman bíboros, és hát vele együtt azt hiszem, hogy az összes korábbi szent és egyház atya ezzel mélységesen nem ért egyet, hanem azt mondja Newman bíboros, csak a katolikus egyház szép. Megláthatjuk, mire gondolok, ha meglátogatnánk egy külföldi székesegyházat, vagy akár itthon egy nagyvárosi katolikus templomot. A celebráns, a diakónus és a szubdiakónus az akolikusok gyertyáikkal, a tömjén füst, a gregorián ének, mindez egy célban egyesül, egy vallási aktusban. Az ember érzi, hogy ez valóban Isten tisztelet. Minden érzékszer, a szem, a fül és az orr megtapasztalja, hogy itt Isten imádják. A világi hívek a templomhajóban, akik rózsatűzérüket vagy imáikat mondják, a kórus, amely a kiriét énekli, és a pap asszisztenciájával, akik mélyen meghajolva egymásnak mondják a konfiteort, ez az Isten tisztelet, ami messze meghaladja az értelmet. A szentmise legfőbb valósága maga Krisztus. Ez biztos. És minden hívő köteles, főleg a szentáldozás pillanatában, őt ugye belső lelki tisztasággal megközelíteni, de ugyanakkor külső testi imádással is köszönteni. Ott térdre borulva az alázatos lelki gyermekség magatartásával engedni, hogy Krisztus táplálja a pap keze által. Tehát az igazi nagyságot abból le kell felismerni, hogy kicsivé teszi magát és meghajol. Ugye manapság erre is van egy ilyen ideológia, hogy a mai ember az annyira lelkileg felnőtt és érett, hogy ez megalázó, hogy őt letérdeltetjük az áldoztató rácsnál. Tehát, hogy a fölnőtt keresztény ember megfelelő testtartása az állás. Föl jelenti ugye a szabadságunkat, hogy Krisztus megszabadított minket.
Ezzel szemben ugye azt mondja itt a Schneider püspök úr is, sőt Benedek pápának is van egy ilyen mondása, hogy beteg és sérült az a vallásosság, amely nem tud térdre ereszkedni, mert az ember akkor a legnagyobb, amikor térdel olyan valaki előtt, aki őt végtelenül felülmúlja. Tehát ebben van az ember igazi nagysága. Szent Fischer Szent János, angol bírtanú püspök életrajzában leírják 7. Henrik angol király esetét, aki olyan nagy tisztelettel viseltetett az oltári szentség iránt, azt mondja, hogy amikor belépett a kápolnával, az oltári szentséget őrizték, levette fejfedőjét, térdre ereszkedett, és áhítaton térdein haladt előre, amíg eljutott a helyig, ahol magához vette a szentséget. 2 nappal halála előtt a király oly gyenge volt, hogy már nem volt képes megáldozni. Ezért legalább a szentségtartót akarta látni, amelyben a szentséget őrizték. Gyomtatója oly szíves volt, hogy elhozta neki, ahogyan illen. A király mély hódolattal megcsókolta a szentségtartót, ismételten megütötte mellé, olyan átszellemült és odaadó arckifejezéssel, olyan vágyakozó szívvel, alázattal hajolt meg, és megcsókolta nem magát a helyet, ahol az Úr szent teste volt, hanem az alsó részt, a szentségtartó lábát, hogy mindazok, akik körülötte álltak, alig tudták visszatartani a meghatottság könnyeit. Tehát a mi Istenünket, aki a kenyér színe alatt jelen van, megilleti az ünnepélyes imádás, a kultusz felsége, gazdagsága és szépsége. Isten a legkisebb részletekig meghatározta az Ószövetségben a mózesi kultuszt, ugye az egész Leviták könyve erről szólt, hogy részletekbe az Isten utasításokat adott, hogy őt hogyan kell imádni. Holott az csak egy szimbólum volt, az csak előképe volt a jövendő valóságoknak. Mennyivel inkább kellene részletekbe menő áhítattal és odaadással közelíteni magához a valósághoz, ami a mi birtokunkban van. Tehát sohasem lehet őt eléggé imádni. Aquinói Szent Tamás egyik híres himnuszában azt mondja, hogy miként bírod, aként merjed, quantum potestantum aude. Tehát, hogy ezt a szentséget nem lehet túlzottan imádni, nem lehet túlzásba esni. Azért a hitünk területén sok mindent el lehet túlozni. Ugye még a jó dolgokat is, például egy-egy szent, vagy akár a szűzanya tiszteletét, amikor például imádásba csapál, bálványimádássá válik. De az oltári szentséget nem lehet eléggé imádni. Sohasem védkezett senki azzal, hogy túlzásba vitte az oltári szentség imádását, hanem amire az ember képes, azt mind adja meg, és még az is túl kevés ahhoz képest, amit ő megérdemel. Egyébként ez világosan kimondja a 2. János Pál pápa az utolsó enciklikájában, ami mintegy a végrendeletét tartalmazza, és aminek a címe Ecclesia de Eucharistia. Az egyház az oltári szentségből él. Azt mondja ez a pápa, akkor mutatjuk meg, hogy valóban tudatában vagyunk ezen ajándék nagyságának, ha minden szinten megadva az eukarisztiának mindazt, ami megilleti, gondosan ügyelünk arra, hogy ne halványítsuk el sem természetét, sem követelményeit. Nem fenyeget a túlbuzgóság veszélye ezzel a misztériummal való törődésünkben. Tehát nem fenyeget a túlbuzgóságnak a veszélye. Ugye II. János Pál pápának nagy érdeme van például abban, hogy újra élesztette az egyházban a szentségimádás gyakorlatát. Nagyon sok helyen sajnos a torz új teológia azt állította, hogy ugye az Úr Jézus azért adta ezt a szentséget, hogy megegyük, hogy elfogyasszuk. Tehát minek azt imádni?
mikor étel formájába adta nekünk, szóval az igazi ünneplése az oltári szentségnek az a szentmise és a szentáldozás, és minden, ami a szentmisén kívül van, az ugye torz kinövés, a középkornak az elhajlása. És emiatt bizony nálunk nem annyira, mint nyugaton, teljesen kihaltak az utóbbi évtizedekben az úrnapi körmenetek, a szentségimádások, és bizony-bizony II. János Pál pápa írásainak, ahol világosan beismeri a számtalan visszaélést, és mint egy bocsánathoz is kér a hívektől, hogy nem egyszer a papság banalizálta is, és a gyalázatig megalázta ezt a szentséget, hogy hát újra kell támasztani az oltári szentség régi kultuszát, és annak a szentmisén kívüli imádását is. De őt ez megilleti, neki joga van hozzá, és nem védkezhetünk semmiképpen túlzással, hogyha minden megadunk neki, amire csak képesek vagyunk. Azt mondja Schneider püspök, a katolikusoknak bőven van okuk pirulni az Úr jelenléte iránti tiszteletük hiánya miatt. A zsidók és a muzulmánok tisztelete messze meghaladja a mai katolikusok tiszteletét. Miért vagyunk kevésbé érzékenyek, amikor az eukarisztikus Úr becsületéről van szó, mint amikor a mi saját kis becsvágyunk sérül? Igen, legnagyobb bűneink a hit ellen az eukarisztikus Jézus iránti tiszteletünk hiányából erednek. Megjegyzi továbbá az a püspök úr, hogy az egyház akkor élte meg legtermékenyebb pillanatait és korszakait, amikor a legmélyebb hódolattal és imádással adózott a legméltóságosabb oltári szentségnek. Tehát van egy csodálatos fejlődése az egyház történetében az oltári szentség kultuszának. Ugye tény is való, hogy a szentség misén kívüli kultusza az egy középkori fejlemény, tehát ez az ókori egyházban nem volt. De semmiképpen sem szabad ezt torzulásnak, túlburjánzásnak tekinteni, hanem egy szerves fejlődésnek, amit a Szentlélek Úristen ugye indítványozott, és ami hát tulajdonképpen ugye a kezdetben elrejtett magból, mint egy természetesen kifejlődött. Tehát ez egy csodálatos ajándék, amit a Szentlélek adott az egyháznak, és elsősorban a nyugati egyháznak, amit nekünk mindenképpen meg kell őriznünk és tovább fejlesztenünk, nem pedig vissza mercenünk. Tehát azt mondja, hogy a oltári szentség imádásának, hódolatának a pillanatai igazi bűnkösdi jelleggel bírnak, különösen az átváltoztatás és a szent áldozás pillanata. Minél jobban jellemzi a szentmise imány stílusát, rítusait és gesztusait a tisztelet és istenfélelem, annál inkább pünkösdi a liturgia, vagyis annál inkább jelen vannak benne a Szentlélek gyümölcsei. Ugye nemrég, amikor az egyik ilyen régi rítusú püspöki szentmisére készültünk, és hát hívek tudják és látták is talán, hogy ez nem egy egyszerű liturgia, tehát igen-igen nagy erőfeszítést kíván minden részletnek a pontos előkészítése, kidolgozása, és egy paptársam azt mondta nekem, hogy igen, és ez biztos jobban tetszik az Úr Jézusnak, ez ugye sokkal érvényesebb, mint a mi kis egyszerűség. Hát jobban tetszik az Úr Jézusnak, miért? Hát azért, mert nagyobb odaadással, nagyobb energia, idő, figyelem ráfordítással készültünk rá, mert ami tőlünk telhető, azt nagyobb mértékben megadtuk neki. Tehát van egyfajta minimalizmus a mai szemléletben, hogy csak az a lényeg, hogy érvényes legyen a mise. Hát kérem azt, hogy a mise érvényes legyen, az nem annyira nehéz. Ugye a börtön legmélyén is lehet egy morsa kenyérrel és egy csöpnyi borral érvényesen misézni 2 perc alatt. Meg is csinálták a bebörtönzött papok. De nem ez az ideál. Tehát, hogyha szükség esetén ezt is néha kénytelenek vagyunk megtenni, hogy így misézzünk, de semmiképpen sem ez az eszmény, hanem tényleg aként bírod, amint bírod, aként merjed, tehát a legnagyobb mértékben megadni neki, ami őt megilleti.
Továbbá azt mondja Schneider püspök úr, hogy az egyház minden hiteles megújulása, minden hiteles aggiornamentója a liturgia megújulásával kezdődik, és a jelei az áhítat és az Isten félelem elmélyítése. Tehát ez az aggiornamento, ez a megújítás, ez nem a dolgok megváltoztatásából, vagy a régi dolgok lecseréléséből áll, hanem a meglévő kincsek elmélyítéséből, azoknak a mélyebb átéléséből és teljesebb kiaknázásából. Tehát nézzük csak, hogy a II. Vatikáni zsinat, amit nagyon sokszor ugye idéznek és felvítenek, hogy milyen liturgiát is képzelt el, csak három pontot. Azt mondja, hogy a rítusok világosabban fejezzék ki az Istenre, a mennyeire, a szemlélődésre való irányultságukat. Tehát a természet feletti világra kell egyre inkább irányulnia, nem a helyi közösségre, nem az egyvilág dolgaira. Kettő, a szövegek és a rítusok szakralitása, szentsége még jobban emelkedjék ki, és három, nem szabad olyan újításokat bevezetni, amelyek nem szervesen nőnek ki a korábbi formákból, de azokat is csak akkor szabad bevezetni, ha valódi lelki hasznot jelentenek. Tehát ugye ez a szerves fejlődés, az folyamatosan volt az egyház történetében, de ez mindig ugye természetesen nőtt ki a már meglévő formákból. Természetes az, hogy én nem vagyok ugyanaz, aki 2 éves koromban voltam, mármint a sejtjeim, a szöveteim teljesen lecserélődtek, a külalakom is megváltozott azóta sok mindenben, de a lényeg, a személy az ugyanaz marad. Tehát szerves fejlődés történt, nem pedig valami természet fölötti csonkítás és egy idegen elemnek a ráragasztása. Tehát ez a liturgia fő szamája. És azt mondja, hogy a lelki haszon pedig akkor van, hogyha jobban tud működni benne a Szentlélek, jobban érezzük az ő jelenlétének hatását, és ugye nagyobb Isten félelemre tanít minket a liturgia. Egyébként ebben a könyvben Schneider püspök úr idézi az egyházatyáknak a jelszavát, cum amore actimore, szeretettel és Isten félelemmel. Tehát így kell a szentségi úrhoz közeledni. Ha a szentmisén kevesebb az áhítat és Isten félelem, kevesebb lesz a Szentlélek gyümölcse, és visszaesés történik a keresztény hitben és vallásosságban. Na most ugye tudjuk azt, hogy a kezdeti évszázadokról nem sok konkrét adatunk van, hogy hogyan is nézett ki a liturgia, liturgikus szövegek is csak elvétve maradtak meg, tehát a 4. századig gyakorlatilag nagyon nehéz rekonstruálni a liturgia pontos menetét, de az egyházatyák írásaiból tudjuk, hogy a szentáldozás például úgy történt a keresztény ókorban, hogy külön áldoztak természetesen a klerikusok az oltárnál, és külön a laikusok a szentély korlátjánál, ami a mai áldoztatórácsnak felelne meg. Állva áldoztak is kézre, de hogyan? Na most ugye ez az, hogy nem szabad beleesnünk az antikvarianizmus eretnekségébe. Ez 12. Pius pápa kifejti, hogy ez mi az. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a legősibb formák azok a legtisztábbak és legszentebbek, és főleg nem szabad ezeket az ősi formákat a mai liberális szemüvegen keresztül nézni, és beleképzelni a mai embernek a vágyait, vagy ízlését az ókori gyakorlatba. Tehát hogy történt ez a kézreáldozás? Úgy, hogy először is a jobb kéz volt felül, nem a bal kéz, ugye a liturgiában jobb kéz szabály van. A jobb kéz az mindig a jót, az Istenit, a szentet jelképezi, a bal kéz a gonoszat. Tehát ezért van az a szabály, hogy amikor a bal lép a liturgiában, mindig jobb lábbal lép előre. És ugyanígy a szentáldozásnál is a jobb kezet, tenyerüket tartották felül. A szentáldozás előtt mindnyájan kezet mostak, majd utána mélyen meghajolva fogadták a szentséget a tenyerükre, és utána közvetlenül a szájukkal magukhoz vették. Tehát soha nem volt olyan, hogy a saját ujjukkal megfogták volna, és saját maguk
tették volna a nyelvükre. Ez ugye egyfajta önáldoztatás, és ez elképzelhetetlen volt az ókorban. Most ráadásul a nőknek volt egy külön kis kendőjük, a dominikáli, ők erre a kendőre kapták a szentséget, és ugyanúgy közvetlenül a szájukkal vették magukhoz. Majd a szentáldozás után volt egy újabb kézmosás, hogy az esetleges ugye morzsákat összegyűjtsék, mert nagyon eleven volt annak a tudata, hogy az Úr Jézus ugyanúgy jelen van a legkisebb morzsában, mint az egész színben. Nagyon sokszor ugye hivatkoznak jeruzsálemi Szent Cirill egyházatjára, 4. századi jeruzsálemi püspökre, aki leírja ezt az ókori kézreáldozást, de nem idézik végig az ő gondolatsorát. A következőt mondja jeruzsálemi Szent Cirill: lévével, hogy az Úr testéből semmit se veszíts el. Ha egy rész kiesne tenyeredből, az úgy kellene tekintened, mintha saját tested valamelyik tagját veszítetted volna el. Mondd meg kérlek, ha valaki aranyport adna neked, vajon nem kezelnéd azt a legnagyobb óvatossággal és gondossággal? Nem ügyelnél-e arra, hogy semmit se veszíts el belőle? Nem kellene-e tehát még nagyobb óvatossággal és éberséggel figyelned arra, hogy semmi se essék a földre az Úr testéből, még egy kis morzsa se, hiszen az messze értékesebb az aranynál és az összes drága kőnél. Számtalan ilyen egy ókori szöveget idéz ez a könyv, a Dominus Est könyv. Például a 3. században Origenes azt mondja: ti, akik szokásotok szerint részt vesztek az isteni misztériumok ünneplésén, és ott fogadjátok az Úr testét, tudjátok, micsoda figyelemmel és tisztelettel kell figyelnetek arra, hogy egyetlen darabka se essék a földre, és semmi se veszék el a konszekrált adományokból. Egy ókori kopt szöveg így szól: nincs különbség az eukarisztia nagyobb vagy kisebb darabjai között. Legyenek azok akár a legkisebbek, amelyeket még éles szemmel sem lehet észrevenni. Mind ugyanazt a tiszteletet érdemlik, és ugyanazt a méltóságot birtokolják, akár csak az egész kenyér. Tehát meglehetősen egyértelmű ez, hogy kezdetétől ez volt az egyháznak a meggyőződése. Hol jelenik meg először az az áldozási, kézreáldozási forma, amit ma ismerünk a katolikus egyházon belül? Ha hiszik, ha nem, a holland kálvinista egyházban, a 16. és 17. században. Tehát a következőt írja az egyik úrvacsorai rendtartás ebből az időből. Az első időben a nép az imádság alatt letérdelt, és az úrvacsorát is térdelve vette, ezt azonban egyes zsinatok megtiltották, hogy minden gyanút eloszlassanak afelől, hogy ezt a kenyeret szabad volna imádni. Tehát ugye a cél az volt, ugye az volt az telt a követelmény, hogy ettől kezdve ne térdeljenek, ne nyelvre áldozzanak, hanem állva és kézre fogadják a szentséget, saját maguk ugye vegyék magukhoz az úrvacsorát az ujjukkal, hogy nehogy véletlenül valaki abba a gyalázatos tévedésbe essen, hogy ezt a kenyér imádni lehetne vagy szabadna. Ugye, tehát kifejezetten az volt a célja, hogy tagadja a katolikus tanítást az átlényegülésről és a valóságos jelenlétről. Egyébként tudjuk azt, hogy a mai napig számos evangélikus templomban megmaradt például az áldoztató rács és az úrvacsorát ott térdelve veszik, ami nagyon érdekes, mert hiszen ugye az evangélikus vallás nem vallja az átlényegülést, a transzubstanciációt, hanem azt mondják, hogy a kenyér és a bor mellett lelkileg van jelen Krisztus teste és vére, csak a vétel pillanatában.
Tehát sokkal kevesebbet hisznek erről a kenyérről mi katolikusok, és mégis nagyobb áhítattal veszik magukhoz. Persze zárójelben mondjuk nincs valóságos jelenlét azért sem, mert hiszen hiányzik az egyházi rend szentsége, tehát nincs fölszentelt pap, akinek hatalmában állna átváltoztatni a kenyeret és a bort. Tehát paradox helyzet áll fönn ebből a szempontból. Schneider püspök úr azt mondja, hogy már 40 év óta Krisztus misztikus teste a katolikus egyház egy mély sebet hordoz, ez a seb a kézbeáldozás modern gyakorlata. A következők a problémák. Megdöbbentő minimalizmus az imádás és a tisztelet gesztusaiban. Hiányzik az áldoztatás modern gyakorlatában az imádásnak szinte minden jele. A következő, olyan gesztust alkalmazunk, mint amit a normális táplálkozásnál. Kezünk, saját kezünkben felveszünk a szentostyát a bal tenyerünkről, majd saját maguk helyezzük nyelvünkre. Ez különösen is a gyerekeknél és a fiataloknál azt a képzetet hozza létre, hogy a szentostya színe alatt nincs jelen Jézus Krisztus isteni személye, hanem hogy ez a kenyér csupán egy vallási szimbólumot jelent, egy közönséges étel, amit saját kezünkkel érinthetünk, és saját ujjainkkal a szájunkban tehetünk. Következő probléma a szentostya számtalan kis darabkájának az elvesztése. A kis morzsák sokszor a földre esnek, vagyis az áldoztató és az áldozó közötti úton ugye a földre esnek, mivel nem használnak legtöbbször áldoztató tálcát. Ez a számtalan morzsa földön fekszik, ahol az emberek lábai tapossák, mivel észre sem veszik őket. És a negyedik, a szentostyák könnyebb és gyakoribb lopását, amit a kézbeáldozás jelentősen megkönnyít. Ugye a sátánistáknak azelőtt nagyon bonyodalmas volt átváltoztatott szentostyához jutni a fekete miséjükhez, hiszen be kellett törni egy templomba, föl kellett törni a tabernákulumot, és hát ez nagyon macerás volt számukra, most sokkal könnyebben megtehetik ezt. Beállnak a sorba, kézbeáldoznak, ugye a legtöbb pap nem figyel oda, hogy mi történik azután, hogy magához veszi az áldozó, vagy zsebre teszi, és utána nyugodtan hozzáférnek tetszőleges számú szentostyához. Szóval ezek a problémák a modern gyakorlat során, és azt mondja Schneider püspök úr, hogy nagyon sokan sajnos manapság ezt nem akarják tudomásul venni, ezeket a problémákat, másodlagosnak tekintik, sőt még csodálkoznak is, hogyha a téma egyáltalán szóba kerül, és ami még inkább érthetetlen, sokan az egyházban továbbra is támogatják és terjesztik ezt az áldoztatási gyakorlatot. Tehát Schneider püspök úr szerint, és sokunk szerint, az egyházi hanyatlás oka szinte mindig a legméltóságosabb oltári szentség elhanyagolása, tehát az igazi reform útja és az egyházi lélek felvirágzásának a legbiztosabb útja, a legszentebb oltári szentség egyre bensőségesebb tisztelete. Tehát a hittudás elmélyítése, a hitigazság iránti egyre növekvő hűség, a hitletettétemé még éberebb védelme. A Szentírásban az Istennek kiáró imádást egy különleges szóval jelzik, ez pedig a görög proszkinezis szó. Tehát a proszkinezis az annyit jelent, hogy valaki először térdre esett, majd vagy teljes testhosszával ugye a földre borult, vagy pedig annyira mélyen lehajolt, hogy a homlokával érintette a földet. Ugye, tehát ilyesmit látunk mondjuk, vagy ilyesmit olvasunk a három napkeleti bölcs imádásánál. Ezt a szót használják az evangéliumok akkor is, amikor az Úr Jézus különböző betegeket gyógyít, és azok leborulnak előtte, és megvallják az ő istenségét. Ezt a szót használják akkor is, amikor az kenetvívő szentasszonyok húsvét hajnalán látják a feltámadott urat, és leborulnak megdicsőült teste előtt,
valamint az apostolok is, mikor látják Krisztust fölmenni a mennybe, mindnyájan leborulnak és imádják a proszkünezisznek a gesztusával. Ugye, tehát ezt az imádást, ezt az első parancs is hangsúlyozza, Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj, és amikor ugye beszámol az evangélista az Úr hármas megkísértéséről a pusztában, akkor ugye az Úr Jézus elutasítva az ördög kísértését idézi, hogy Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj, itt is ezt a proszkünezis szót használja. Tehát ez egy biblikusan megalapozott kötelesség az embernek, hogy így imádja az Urat. Az egyház ennek megfelelően a tisztelet egyre tökéletesebb formáit fejlesztette ki. Láttuk, hogy az ókorban hogyan történt a szentáldozás, azonban a 8. századtól kezdve a szentostyát közvetlenül a hívek szájába helyezte a pap, úgy a nyugati, mint a keleti egyházban, jelképezvén ezzel, hogy maga Krisztus táplálja híveit, és hogy a hívek az alázat és a lelki gyermekség szellemében közelednek a szent lakomához. Tehát ugye már valahol a 6. században megvannak az első jelek, a Nagyszent Gergely pápa, Agaton pápa életéről írva, azt mondja, hogy Agaton pápa egy beteget gyógyított, és a beteg éppen akkor ugye gyógyult meg, amikor a Agaton pápa a szájára helyezte az oltári szentséget, vagyis a nyelvére helyezte az oltári szentséget. Ez ugye már a 6. század, de a 8. századtól kezdve egyetemesen elterjedt, tehát egyre jobban érezte az egyház, hogy a tisztelet, az oltári szentség mélyen megértése megkívánja ezt, hogy ugye közvetlenül szájba helyezzük a szentostyát. Azután még később, a 9. században az is elterjedt, hogy térdelben veszik magukhoz a hívek. A tridenti zsinat is nyilatkozott ezzel az üggyel kapcsolatosan. Azt mondja, semmi helye sincs a kételkedésnek, hogy az összes Krisztus hívő ezen legszentebb szentségnek a katolikus egyházban folyamatosan ápolt szokás szerint azzal az imádással tartoznak, amely egyedül az igaz Isten illeti meg. Arra hivatkozva sem szabad ezt a szentséget kevésbé imádni, hogy Krisztus az Úr azért alapította, hogy magunkhoz vegyük. Mi ugyanis hisszük, hogy benne ugyanaz az Isten van jelen, akiről az örök atya mondja, amikor őt a világba küldi, leborulva imádja őt Isten minden angyala. Ha valaki tehát azt mondja, hogy az eukarisztia szentségében Krisztus, Isten egyszülött fiát nem kell imádni azzal a kultusszal, amely az igaz Istennek tartozik, és azt kifelé is hirdeti, azt állítva, hogy Krisztust ebben a szentségben nem kell különösen ünnepélyes módon tisztelni, az legyen kiközösítve. Egy másik, nagyon fontos mozzanat, ami egyre inkább hangsúlyozva lesz az egyház története során, a lelki fölkészülés, a lelki tisztaság, tehát a halálos bűnöktől való mentesség, vagyis a megszentelő kegyelem állapota. Ugye Szent Pál apostol már figyelmeztet arra, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy vissza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen véd, tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kelyből, mert ugye aki nem különbözteti meg az Úr testét és vérét, és úgy iszik és eszik, a saját ítéletét eszik és issza. Egyébként a régi rítusban ezt éneklik nagysütörtökön és úrnapján, a szentáldozás pillanatában, a kommunió pillanatában, tehát egy kicsit ünneprontónak tűnik, ugye a hívek szentáldozáshoz járulnak, és a fejükre olvassa a kórus, vagy énekli, hogy hát aki méltatlanul eszik ebből a kenyéről, saját ítéletét eszi is vissza, de hát az egyház, mint gondos anya, azért nem hallgathatja el ezeket a kemény igazságokat. Egyébként tehát ezt is a tridenti zsinat vallja, hogy
Az egyházi törvény azért tartja szükségesnek az önvizsgálatot, mert senki, aki tudatában van halálos bűnének, akármilyen mélyen is bánja, előzetes szentségi gyónás nélkül nem verti magához a Szent Eukarisztián. Tehát ezért is hangsúlyozni kell, mert én még papok szájából is hallottam azt, hogy ugye, ha valaki ugye nincs a kegyelem állapotában, tehát tudatában van halálos bűnének, de valahogy nincs idő, vagy nem alkalmas most a szentgyónás, akkor bánja meg őszintén a bűnét, áldozol meg is, majd utólag meggyónja. Hát ez ugye, mármint a tridenti zsinat tanítása szerint is egy teljesen téves és veszélyes vélemény, tehát semmiképpen ilyet ne tegyünk, ugye a szentmisén nem kötelező áldozni. Sajnos nagyon sokan manapság úgy viszonyulnak ehhez, mint egy automatikus, magától értetődő dologból, hogy megérkeztem, ott vagyok a misén, egyszerűen eljön az áldozás pillanata, mindenki reflexzerűen, rutinszerűen, tudat nélkül egyszerűen föláll és beáll a sorba. Ugye nagyon sokszor volt kátrán koromban, hogy láttam egyesekről, hogy hát most estek be az utcáról, és úgy szana szét néznek, mint hogyha először lennének a templomba, és beáll áldozni. Csak annyit kérdeztem halkan a fülébe, hogy tudja mi ez? Azt mondja, nem, de hát ingyen osztogatják. Beállt a sorba. Tehát nagyon sokszor ez történik nap mint nap, és ez egy gyalázatos dolog, ugye, szóval, hogy nem vizsgálja meg magát mindenki, és úgy gondolja, hogy ez neki jár. Vagy egy másik dolog, amire allergiás vagyok, amikor ugye tömegesül késnek az emberek a szentmisére, de ettől függetlenül természetesen mindenki beáll áldozni. Hát ugye a szentáldozás az gondos lelki és testi előkészületet igényel, tehát hogyha én éppen akkor estem be a szentmisére, és még elkaptam a szentáldozást, semmiképpen sem szabad beállni, hogyha legalább annyi előkészületem nem volt, hogy a szentmisén a maga teljes egészében áhítattal részt vettem. Más dolog az ugye, hogyha valaki misén kívül áldozik, olyan is van, de annak is megvan a maga szertartása, ami szintén ugye a konfiteora, a bűnbánattal kezdődik. Tehát anélkül nem szabad oda menni, hogy az ember fölnek ébresztette magában a teljes bánatot, ugye a megtérés szándékát, és lelkileg tényleg valamiképpen rá nem hangolódott, mert ez nem egy tárgy, nem egy dolog. Ugye nagyon sokszor úgy állunk hozzá, hogy olyan a szentmostja, mint ugye a fájdalom csillapító. Magamhoz veszem, és ha akarom, ha nem, bármit is csinálok, automatikusan egy idő után elkezd hatni. És csodálkozunk, hogy a szentmostja nem kezd el hatni. Hát persze, hogy nem kezd el hatni, mert nem egy tárgy, nem egy ilyen gyógyszerféle, vagy nem egy ilyen energiatabletta, hanem egy személy, élő személy, és ez a személy csak akkor tud bennem ugye valamiféle változást, átalakítást művelni, hogyha én őt személyként fogadom, és személyes találkozásra törekszem bele. Tehát a méltatlan áldozás gyakorlata napjainknak egyik legmélyebb sebe, napjaink egyház életének egyik legsúlyosabb mérgezője. Tehát nagyon sokszor az is megfigyelhető, hogy csökken a hívek hite a valóságos jelenlétbe és az átváltoztatásba. Tehát ugye egyszerűen nagyon sok helyen, főleg nyugaton ezt nem tanítják. Tehát beszélnek szent kenyérről, megáldott kenyérről, beszélnek lakomáról, beszélnek testvéri közösségről, de ezt a tényt, ugye, hogy a kenyér és a bor az átváltoztatás szavainak a hatására, ugye, megszűnik kenyér és bor lenni, és a maga teljes lényegében Krisztus testvéri és vérévé válik, erről nagyon sokszor nincs szó, mondván, hogy a gyerekek úgyse értik. Miért? Mi felnőttek értjük? Nem értjük, de tudnunk kell, hogy ez így van, hogy ez hitünknek alapvető tanítása. Tehát a szentség vétele a teljes katolikus hit nélkül, a bocsánatos bűnök megbánása nélküli állapotban, a szentostya vétele az imádás legkisebb külső jele nélkül, anélkül, hogy odafigyelnénk a leeső vagy elkallódó darabkákra, a túlsietős áldoztatás,
Azt mondja Schneider püspök, azt a látszatot kelti, mintha egy gyors érkezőben vagy egy iskolában kekszet osztogatnának. Azt mondja, hogy ugye tényleg azt kell mondani, hogy egyes protestáns közösségeknél nagyobb odaadással is figyelemmel osztják az úrvacsorát. Egyébként hihetetlenül tanulságos, amit Luther Márton életrajzíról írnak, hogy ugye Luther még fölszentelt pap volt, tehát neki volt még hatalma a kenyeret is a bort átváltoztatni. Tudott érvényesen misézni, habár nem hitte az átváltoztatásban. Tehát az előbb már elmagyaráztam, hogy ők a konszubstanciációban hisznek, tehát hogy a kenyér és a bor mellett ott van Krisztus teste és vére, csak a vétel pillanatában. És mégis hogyan viseltetett Luther Márton az úrvacsora iránt? Egyszer egy asszony úrvacsorához szeretett volna járulni, miközben az áldoztató rácsnál térdelt az evangélikus asszony, hogy magához vegye az úr vérét, hirtelen közelített az úr kelyhéhez, és meglökte azt a szájával úgy, hogy néhány csepp a ruhájára és az áldoztató rács felső korlátjára esett, ahol térdelt. Amint ezt észrevette a tiszteletes Luther doktor, tiszteletes Bugenhagen doktorral együtt nyomban felugrottak, az oltárhoz siettek, és a szolgálattevő segítségével minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy letörőjék a cseppeket az asszony ruhájáról, és felítassák az áldoztató rács felületéről. A tisztelet ilyen súlyos hiánya olyannyira szívét ütötte Luther Márton, hogy sóhajtozva hormolta: ó Istenem, segíts rajtunk! Szemei pedig megteltek könnyekkel. Hát Luther Márton doktor így viseltetett az úrvacsora iránt. Én nagyon szívesen látnék katolikus papokat manapság, akik ezt teszik, hogyha kiesik az oltári szentség. A régi misekönyvben vannak erre nagyon részletes utasítások, hogy hogyan kell ugye azonnal fölvenni a szentséget, megjelölni azt a helyet, hogy ne lépjen valaki rá, és utána gondosan megmosni, engesztelni, ugye ezért a incidensért, ami történt, de hát ezt ugye manapság gyakorlatilag szinte sehol nem tartják be. Érdekes egy példa a luteránus Norvégiából. Ugye észrevették, hogy ugye ott is még 10 évvel ezelőtt a luteránusok térdelve és nyelve vették az úrvacsorát, most pedig hát teljesen úgy csinálják ezt, mint a katolikus templomokban. Meg is kérdezték a luteránus püspököt, hogy mi okozta ezt a változást, és ezt válaszolta: 10-15 évvel ezelőtt az emberek térdelve és nyelve fogadták az úrvacsorát. Ezt azonban katolikus testvéreink hatására változtattuk meg az ökumenizmus jegyében. Hát nem ezt kellett volna ugye tenni az ökumenizmus jegyében, hanem egészen más irányba kellett volna változtatni a dolgokat. Vagy például a maga Schneider püspök ugye Kazasztánban működik, ott elég sok a muzulmán, és azt mondja, hogy egy érdekes párbeszéde volt egy muzulmán imámmal, hogy ugye amikor látta ez a muzulmán imám a katolikus áldoztatást, akkor megkérdezte, hogy mi ez a kis fehér kenyér. A katolikusok válaszolták: ez Krisztus. Tehát a muzulmán nem érti. Bizonyára csak jel, vagy Krisztus szimbóluma. De a katolikus erősködött: nem, ez nem csak egy szimbólum, vagy egy szentár. Ebben valóságosan jelen van Krisztus. A muzulmán továbbra sem érti, de Krisztus bizonyára csak lelkileg, vagy szimbolikusan van jelen benne. A katolikus ismét tagadja: nem, Krisztus valóságosan is ténylegesen jelen van, testének és vérének lényegével, lelkével és teljes istenségével. A muzulmán kérdezi: akkor tehát hitetek szerint ez a kis kenyérdarab számotokra a ti istenetek, és az, ami nektek a legszentebb? Igen, helyeselte a katolikus. Ez a kis kenyér valóban a mi élő Istenünk személyesen, emberi testével és vérével, és nem csak egy szentár, mint például a ti koránotok. A muzulmán azonban ezt mondta:
Ha ti a ti isteneteket, aki számotokra a legszentebb, ilyen banális módon kezelitek, akkor nem hisztek benne. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy tényleg megvagytok győződve arról, amit az imént állítottatok. Hát ugye nagyon sokszor, sajnos ugye a más vallások hívei megszégyenítenek minket, abban, ahogy ők bánnak a számukra legszentebb misztériumokkal és dolgokkal, hogy mi ezt manapság sajnos nem, még csak meg sem közelítjük. Tehát lényeg az, hogy a szentostya kicsinysége, szerénysége, alázatossága nem igazolja azt, hogy őt az imádás minimális gesztusaival kezeljük. Tehát napjaink egyházában a legkisebb, legkörékenyebb, legvédtelenebb maga az eukarisztikus színek alatt lévő Úr, mégpedig a szentáldozás pillanatában. És amint ezt manapság gyakran hangsúlyozzuk, hogy nekünk a legfőbb feladatunk, hogy a legszegényebbeket, a legvédtelenebbeket, a legkiszolgáltatottabbakat védjük meg, ugye, hogy szolgáljuk őket, és nem pedig, hogy kihasználva az ő szerény helyzetüket még jobban megalázunk és eltiporjuk. Tehát az Úrnak az alázata, az minket még nagyobb alázatra és hódolatra kell, hogy késztessen, és nem pedig a megvetésre és a területességre. És a másik dolog az, hogy ugye sokan mondják, hogy hát a híveknek választási joga van. Ők eldönthetik, hogy hogyan áldozzanak. Ez a jog azonban eltörpül Krisztus joga mellett, akinek abszolút joga van, hogy őt a kis ostjában is imádják azzal a hódolattal, azzal az odaadással, ami egyedül az élő és mindenható Istennek jár. Tehát ez minden mást fölülír és felülmúl. Egyébként az is nagyon különleges, hogy ugye hogyan vezették be ezt a szentáldozás, a kézbeáldozásnak a mai formáját az egyházban. Van egy nagyon-nagyon bevált módszer, amit nem csak ebben a témában, más témában is bevetettek. Tehát, hogyha az egyházi törvény, vagy az egyházi hatóság valamit tilt, akkor, mintha mi se történt volna, ne vegyünk róla tudomást. Terjesszük el azt a gyakorlatot, ami nekünk tetszik, illegálisan. Nem kérdezünk senkit, aki ugye sokat kérdez, sokat válaszolnak neki, ne kérdezünk. Gyakoroljuk, népszerűsítjük a hívek között, és amikor már elég széles körben elterjed, akkor állítsuk az egyházi hatóságot kész tényeket. Mondjuk azt, hogy annyira elterjedt, hogy már nem tudunk vele mit tenni, hogyha most megtiltanánk, akkor bizonyára egyház szakadás lenne, vagy szörnyű lázadás, hogy kirülnének a templomaink, ott hagynának minket a hívek. Tehát egyszerűen ugye nincs más megoldás, legalizálni kell a dolgot. Hát ez úgy például a lányminisztránsokkal, nekünk sok más dologgal is ezt így bevezették, ugye? És hát ténylegesen, amikor a 60-as évek végén Hollandiában, Belgiumban elkezdték ugye egyesek így terjeszteni a kézbeáldoztatást, akkor a pápa, hatodik Pál el is rendelte, hogy vizsgálják ki az ügyet, és megkérdezte a világ püspökeit, hogy mennyire tolerálható és mennyire legalizálható ez a gyakorlat. A következő volt a válasz. Elfogadható-e azon előterjesztés, miszerint a szentáldozás hagyományos módja mellett a kézre áldozás gyakorlatát is engedélyezni kellene? Igen, elfogadható, tehát legyen kézre áldozás, 562 püspök. Nem, tehát nem szabad megengedni, 1233 püspök, igen fönntartásokkal 315 püspök, és érvénytelen szavazatok 20 püspök. Tehát ugye, hogyha az igen és a fönntartásokkal való igen összeadjuk, akkor az is hát olyan 800-900 szavazat, szemben az 1200 nemmel. Tehát látjuk azt, hogy a püspökök többsége nem akarta ezt engedélyezni. Majd utána 6. Pál 1969-ben, hát mégis, habár
Pálapostol azt mondta, hogy a latin egyházban tartsák meg a szentáldozás hagyományos módját, térdelve és nyelve. A visekönyvben sem írtak más, tehát föltételezték az új visekönyvben is, hogy ez a gyakorlat maradt ugye mérvadó a új rítusban is. Tehát ugye annak ellenére, hogy hatodik Pál személyesen a régi mellett foglalt állást, és ezt akarta népszerűsíteni, de valószínűleg félve az egyház szakadástól, hallgatva ezekre a hangokra, megengedte a kézbeáldozás mai gyakorlatát, de csak ott, ahol már olyan szinten elterjedt, hogy nem lehet visszaszorítani, és csak úgy, hogy a megbecselenítésnek, megszentségtelenítésnek minden veszélye kizár, és úgy, hogy évente küldjenek a püspökök egy jelentést, hogy vajon az új gyakorlat nem gyöngíti a hívek eukarisztikus hitét is áhítatát. Mert ha igen, akkor visszavonja. Tehát ugye én azt hiszem, hogyha ma is érvényben lenne ez a szabályzat, hogy ugye értesíteni kell a szentszéket, hát senki józan ésszel nem mondhatná azt, hogy nem gyöngült a hívek áhítata és eukarisztikus hite a kézbeáldozás évtizedei alatt. Tehát az a lényeg, hogy ugye egy nem egészen, enyhén szóval, nem egészen tisztességes és becsületes keresztény módon, mint egy kikényszerítették ennek az engedélyezését, de a mai napig nem minden országban van ez megengedve, például mondjuk Kazasztánban sincs, ahol a Schneider püspök él és működik, de mondjuk Szlovákiában sem, a legutóbbi időkig Lengyelországban sem volt megengedett. Tehát vannak még országok, ahol ez nem terjedt el, és a püspökök sem érzik szükségét, hogy ezt megengedjék. Nem akarom nagyon húzni az időt, tehát néhány ellenérv. Tehát, hogy mit mondjunk, amikor próbálnak ellenérveket fölhozni. Például az egyik ilyen ellenérv az, hogy hát ugye a nyelvünkkel többet védkezünk, mint a kezünkkel. Tehát a kezünk méltóbb a szentáldozás fogadására, mint a nyelvünk. Hát kérem szépen, a bűnt nem a nyelv követi el, és nem a kéz, hanem ezeknek a birtokosa, a személy. Tehát ugye nem igaz, hogy bármelyik testrészünk is védkes lenne jobban, mint a másik, hanem mi magunk vagyunk védkesek, és nekünk kell bűnbánatot tartanunk. Egyébként a száj szimbolikája nagyon-nagyon ősi, a csók a belső átszellemű szeretet aktus képe. A latin imádás, az adoráció, abból lehet, hogy os adó száj a szájhoz. Tehát a szó a szájhoz indul, az örök ige atyától való származásának a képe. Tehát ez az adoráció, ez az imádás, az valamiképpen a biblikus szimbolikában a szájhoz kapcsolódik. Azután ugye egyesek azt mondják, amit az előbb már az elején említettem, hogy hát a mi imádásunk az legyen ugye szellemi, legyen lelki, nem kellene külső gesztusok. Hát azt mondja, hogy az ilyenfajta fölfogás egyszerre platonikus, protestáns és végső soron gnosztikus. Az ember lényegénél fogva látható és testi lény, tehát a belsejét, a belső érzelmeit, belső hitét, az külsőleg is ki kell fejezni. Aztán többen próbálnak a nyelvészettel érvelni, hogy az Úr Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, vegyétek is egyetek. Na most ez a egyetek és a vegyetek, ez a lábetek. Tehát nem azt a vételt jelenti, hogy én megragadok valamit, megfogok a kezemmel, és ugye magamhoz ragadom, hanem inkább a fogadást. Tehát alázattal közeledek, befogadok hálatelt szívvel egy ajándékot, amire tudom, hogy méltatlan vagyok. Tehát körülbelül ugyanezt a szót használja, amikor azt mondja, hogy vegyétek a szent lelket például. A szent lelket sem ragadom meg ugye a nyakánál fogva, és magamhoz ragadom, hanem térben állva alázattal fogadom. Tehát az igazság lelkét venni, ilyen módon befogadni, úgyhogy mindig az ilyen nyelvi érvelésnél legyünk észnél, és nézzünk utána. Ne higgyük el azt, amit elsőre mondanak.
A feltámadt Úr érdekes, nem engedte meg, hogy mindenki kivétel nélkül érintse a feltámadt testét. Ugye, amikor az asszonyok a maguk lelkesedésével megragadják, átölelik a lábát, azt mondja, hogy engem, ne érints engem. Ellen Norimetánger, ne érints engem, ellenem Tamás apostolnak, aki már ugye papá volt szentelve az utolsó vacsorán, annak viszont engedte, hogy megérintse az ő sebeit. Aztán többen azzal érvelnek, hogy fertőző betegségek, madárinfluenza, stb. Egyéb, hogy hát nagyon veszélyes, hogy ezáltal ugye terjedhetne a fertőzés. Érdekes, hogy a középkorban sokkal brutálisabb ugye járványok voltak, mint a manapság, és mégsem, sehol mondjuk nem jegyezték föl, hogy a katasztrófa, a tömeghalál az annak köszönhető, hogy túl sokan áldoztak, ugye, és a szentség által terjedt a betegség. Egyébként manapság már ugye tudjuk tudományosan is, hogy a kezünkön sokkal több baktérium található talán, mint a nyelvünkön, tehát iszonyatos mennyiségű ugye fertőzést szedhetünk föl a kezünk által érintéses úton. Aztán ugye manapság is, hogyha egy nagyon fontos vagy tiszteletre méltó személyt fogadunk, akkor eltervezzük az összes apró részletet, szépen fölöltözünk, ugye megfelelő módon viselkedünk, tehát senkinek nem jut eszébe mondjuk egy miniszterelnök vagy egy király fogadására strandkapucsban is, mit tudom én, kihűlt pólóban megjelenni, mert hiszen úgysem ez a lényeg, hanem ott azért megadjuk a módját. Tehát itt viszont egy sokkal fontosabb személy jön hozzánk, mint egy elnök vagy egy király, tehát nem kellene egy még sokkal nagyobb külső odaadással közelíteni. Aztán ugye a másik, hogy nagyon fontos ez, hogy ugye az Úr Jézus mondja, ezt amit már említettem, bocsánat, hogy azt mondják, hogy fölnőttek vagyunk, öntudatos keresztények vagyunk, nem méltó hozzánk a térdelés, és az, hogy egy más valaki ugye táplálja minket. Egyébként az ókorban, és a mai napig a közel-keleten van egy szokás, hogy a házigazda, amikor a vendégét különös módon meg akarja tisztelni, akkor saját kezüleg lehép egy darabkát a kenyérből, és a vendég szájába helyezi direkt módon. A mi kultúrkörünkben ez illetlenség lenne, de ott a legnagyobb megtiszteltetés. Tehát van némi okunk hinni, hogy lehet, hogy az Úr Jézus is ezt tette az utolsó vacsorán, ugye? Egyébként ott van egy kis utalás, hogy a bemártott falatot ugye Júdásnak adta, nyilván nem a kezére adta a bemártott falatot, hanem közvetlenül a szájába. Viszont itt ugye a szentáldozásnál nem a mi felnőttségünk és érettségünk a lényeg, hanem ha nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem jutok be a mennyek országába. Tehát engedjük, mint a csecsemők, hogy az Isten közvetlenül tápláljon minket. Tehát ez fejezi ki, ez a passzív gesztus, hogy én engedem ugye, hogy valaki megetessen engem, fölnőtt létemre, ezt fejezi ki, hogy Isten előtt egy csecsemő vagyok, tehetetlen vagyok, nálam nélkül semmit sem tehetek. Ha te, Uram, nem szállsz le hozzám és nem táplálsz engem, elveszett vagyok. Nem tudok magamról gondoskodni, ha az örök életről van szó. Egyébként zárójelben én megértem, hogy vannak nagyobb ügyetlen áldoztatók. Amikor kispap voltam, volt egy diakonos, aki körülbelül eddig belenyomta a szánkba ugye az ujját, és láttam úgy, hogy csöpög az előttem áldozó nyára az ujjairól. Tehát ezt mondjuk nyilván el kell kerülni, és rajtunk papokon a felelősség, hogy gyakoroljuk a dolgot. Szóval, hogy ne botránkoztassuk a híveinket. Viszont ugye ez az alázatnak a legmélyebb jele, hogy én ugye odatérlek, kinyitom a számat, és bízom benne, hogy a pap majd csak eltalálja ugye a célpont. Én mindig ezért mondom a híveknek, hogy a mozgó célpontot sokkal nehezebb eltalálni. Tehát soha ne csináljuk olyat, hogy visszahőkölünk, mert akkor a pap ugye mindegy után is orra fogik. Vagy azt sem csináljuk, mint a halacskák, ugye, hogy kiugranak is előre, ugye, lenyalják a
szóval, hogy bekapják a falakot, mert akkor lenyaljuk a falnak az ujját. A legteljesebb passzivitással nyissuk ki a szárba, ha félünk attól, hogy mi történik, csukjuk be a szemünket. Az a legbiztosabb, mert akkor nem lesznek ilyen reflex mozdulataink, hirtelen mozdulataink. Tehát fontosabb ez, hogy ez a gyereki naivitás is ráhagyatkozás legyen bennünk. No, szóval, és a másik, amikor azt mondják, ugye, hogy ez egy ős-régi szokás, ne higgyük el, mert láttuk, hogy az ókorban egész másképp nézett ki a kézbeáldozás, azóta történt az egyházban egy egészséges, szerves fejlődés a Szentlélek hatására, növekedett az oltári szentség titkának a megértése, imádása, és nem lehet egyszerűen visszatérni minden további nélkül egy ókori szokáshoz, mintha nem lett volna reformáció, mintha nem lett volna tridenti zsinat, mintha nem lett volna keresztény középkor. Ez ugye az az eretnekség, az archeologizmus, amit 12. Pius pápa elítél. Én sem tudok 40 évesen visszatérni ahhoz az életstílushoz, amit 10 éves koromban folytattam. Nem lenne normális. Az egyház sem teheti azt, hogy a 21. században egy az egyre visszamegy a 5., 6. vagy 4. századra. Tehát figyelembe kell venni a közben éppen teológiai és liturgikus fejlődést. És most tényleg végezetül néhány idézet Assisi Szent Ferenctől, akit ugye különösen napjainkban nagyon-nagyon kihangsúlyoznak, mint az egyszerűség, az alázat, a szegénység példaképét, hogy ő, aki a személyes életében és a testvérei életében a legnagyobb szegénységet és egyszerűséget szorgalmazta, hogy hogyan áll hozzá a liturgiához és az oltári szentséghez. Pillanat, ezzel le is zárom. Azt mondja Assisi Szent Ferenc. A legnagyobb szégyen és a legsúlyosabb rossz az lenne, ha ti, akik oly közel tudjátok őt magatokhoz, az egész univerzumban bármi mással jobban törődnétek. Az emberiségnek és az egész világmindenségnek rettegnie kellene, az egeknek meg újongani, amikor az oltáron a pap kezeiben jelen van Krisztus, az élő Isten fia. Ó, csodálatra méltó nagyság, ó, felfoghatatlan leereszkedés, ó, magasztos alázat, ó, alázatos fenség, hogy a mindenség ura az Isten és Isten fia úgy megalázkodik, hogy elrejti magát a kis kenyér színe alá, ami üdvösségünk kedvéért. Testvérek, tekintsétek Isten alázatát, és nyissátok meg szíveteket az ő jelenlétében, alázzátok meg ti is magatokat, hogy felmagasztalhasson titeket. Majd azt mondja, negeskedlek titeket, testvéreim, mindazzal a szeretettel, amire képes vagyok, és lábaitokat csókolva, hogy lehetőségeitek szerint adjatok meg minden tiszteletet és imádást, ami Urunk Jézus Krisztus legszentebb testének. Tehát minden lehetséges tiszteletet és imádást, Quantum potestantum aude, miként bírom, aként merjek, és még egy gyönyörű szép idézet Aquinus Szent Tamás egyik úrnapi himnuszában, hogy sic tunos visitas, sicut te colibus, úgy látogass meg minket, úgy áld meg minket, ahogyan mi imádunk téged, pontosan olyan mértékben. Hát köszönöm szépen a kedves figyelmüket, és ezzel le is zárjuk.